A csapadék az emberiség számára is nélkülözhetetlen, részt vesz többek között az éghajlat alakításában, így része a mindennapjainknak. A legváltozékonyabb időjárási elemünk mennyisége évről évre csökken, ezért fontos, hogy vigyázzunk rá, hiszen az élet egyik nélkülözhetetlen eleme. Kővári László agrármérnök hosszú évtizedek óta figyeli és lejegyzi a napi időjárást, a lehulló csapadék mennyiségét és annak a mezőgazdaságra, illetve az emberekre gyakorolt hatását is. Magyarország mindig büszke arra, hogy e, itt e, az Európán belül e, jók az adottságai, van bőven vízkészlet, azonban semmi nem tart örökké. És ugye egyre mélyebb helyekről, illetve vízfolyásokból lehet vizet nyerni, és a, a vízfolyásoknál is ugye víztisztítás kell. Tehát egyre drágában tudunk mi is jutni emberek és hát nem beszélve az állatokról, növényekről. És hát én ezt az egész dolgot 40 éve ezelőtt azért indítottam el, mert pontosan egy, mint agrármérnök, ugye azzal szembesültem, hogy kezdenek rapszódikussá válni az évek. Nincs ez a kiegyensúlyozottság, ami esetleg korábban volt, és ezt ugye grafikornokkal fogom bemutatni majd, hogy például 2010-es év, ami az eddigi legcsapadékosabb volt, 300 mm évre, és mit ad Isten a következő meg az eddigi legszárazabb 400 mm -rel. És e, ugye ezek rá kell világítani, és ennek ellenére érdekes, hogy ez a 650 körüli éves csapadék, ez nem változik. Azonban a megoszlása, és ha mi külön az évszakokat is, akkor tragikus. Egy optimális csapadék eloszlás a virágzó mezőgazdaság alapja. A legszembetűnőbb tényező a vízhiány. Az esőnek ugyanis a növényfejlődése mellett a talaj feltöltésében is hatalmas szerepe van. De nem csak a csapadék mennyisége és minősége változott, nőtt az évi középhőmérséklet és a napsütéses órák száma is változott. Itt van például ez az idei év most. A január, február, március nagyon-nagyon száraz, márciusban is még eddig 2 mm csapadék volt, és ugye sajnos arra kell számolni, hogy a milyen gyökerező növények már nem fognak elég vízzel jutni a nyáron, bármennyire lesz a nyár csapadékos, mert 40-50-60 cm-re nem tud lejutni a víz. Egyszerűen képtelenség. És hát ezekre oda kell figyelni a, a vetésszerkezettel, ugye, és akkor utána emellett azért hozzá kell tennie a hőmérsékletváltozást is, és abban viszont van komoly változás a 40 évadat sorában, másfél-két fokkal melegedett az évi középhőmérséklet. És szinte erre is van egy grafikonoma, és ez jól mutatja majd a színeket, hogy az utóbbi tíz évben mennyiben melegebb hónapok vannak. És szinte nincs is... Olyan hónap, tavaly is egyedül május volt, amelyik egy kicsit hűvösebb volt az átlagosnál. És akkor ezt még szolgatjuk, hogy a, ehhez kapcsolódóan a napfény, hogy néz ki, csak hogy néz ki, vagy a hőség napok száma, hogy néz ki. És minden időjárás változás egyébként óriási légnyomás változásokkal is jár. A hazánkat gyakran érintő hirtelen időjárás változás rendkívül megviseli az emberi szervezetet. Szinte nincs olyan, akinek ne fájt volna egyszer egyszer a feje, vagy ne érezte volna már. Magát kedvetlenemnek, fáradtabbnak a front közelettével, vagy éppen bekövetkezése után. A jelenség számos kellemetlen tünettel járhat, emellett azonban sokkal súlyosabb következményei is vannak. Bizonyos betegségek esetében például különösen oda kell figyelni, ugyanis súlyosbíthatja azokat. És sokáig nem foglalkoztunk az időjárásnak az emberre gyakorolt hatása. Pár éve ezelőtt fordult elő januárba, hogy mindenki csodálkozott hogy még annyi ember nem halt meg, mint abban az évben, januárban, és akkor én igazoltam azt, hogy olyan légnyomás, változás különbség volt néhány napon belül, 40 higanymilliméter, amit még egy egészséges ember is nagyon nehezen visel, nem egy beteg ember illetve idős ember. És hát tehát ezeknek az hatásait mind figyelembe kell venni. Kővári László arról is beszélt, hogy át fog rendeződni a növények termesztése. Bizonyos növényfajok el fognak tűnni, és újak jelennek meg. Szexáron a szőlő a szent növény, és ezt hiszem és vallom is, hogy olyan helyeken lehet most szőlőt termelni, amit korábban azt mondták, hogy ah, hát ott csak vinkót lehet termelni, olyan minőség van, északi fekvés, nincs elég hő, nincs elég fény, most változott, nagyon sokat változott ez. Én nem mondom, és ugye ha megnézzük azt, hogy hát például Angliában is, meg Lengyelországban is, ahol korábban nem igen volt szőlő, tudnak szőlőt termelni. Na ez nem azt jelenti, hogy 40 év óva viszont mi csak narancsot fogjuk termelni, hanem nyilván azok a fajták, amik inkább igazodnak a változásokhoz, abba az irányba kell menni. Tehát ez egész növénynemesítésnek is arra kell kitérni, hogy kevesebb vízből állítsanak el egy kilogramm szárazanyagot, hisz ahogy jeleztem a növények számára, ugye nélkülözhetetlen, hát ugye 4-5-600 liter vizet párologtat el egy kiló szárazanyag képzés ez a növény. Na most, ha nincs legalább 400 mm csapadék, akkor nem tud elparolóktatni annyit. Tehát hiába célozzuk meg a tisztodnak kukoricát, egyszerűen nem terve annyit. A klímaváltozás korunk egyik legnagyobb környezeti kihívását jelenti. Az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete az eddigi legborúsabb figyelmeztetésével állt elő, rámutatva, hogy a klímaválság rohamosan gyorsul, és csak kevés esélyünk maradt arra, hogy elkerüljük a legsúlyosabb pusztítást. A világ az ökológiai összeomlás szélére jutott, a következő évtizedben működőképes alternatívára van szükség az egyetemes fogyasztói társadalom helyett.